Október eleje van, és már egy hónapja tart az oktatási tanév. Beindult a tehetséggondozás itt az iskolában, aminek a természettudományos részét te vállaltad magadra. Mesélj nekem erről. A természettudományos tehetséggondozás az én részemről többféle vonalon valósul meg. Kísérletezzünk, természettudományos tehetséggondozó szakkört tartok 7. és 8. tanulóknak, ezzel a kémia tantárgy népszerűsítésére, a tananyagnak az említésére szolgál, illetve természettudományos tehetséggondozás kémia mindennapokban címen a 5.-6.-osoknak is meghirdettem szakkört, zömmel az 5.-eseknek és az érdeklődő 6.-osoknak. Ez bár Kémia mindennapok címmel van egy kicsit alátámasztva, de az 5.-es tananyag, illetve a 6.-os természetismereti tananyagnak a kibővítését szolgálja. Hogy működik ez a szakkör? A kicsiknél, 5.-eseknél szerdánként 2 órától van a szakkör. Szakköri programnak a része, amit előbb mondtam, a tananyagnak a bővítése, ismeretanyag bővítése, játékos formában, kísérletezős formában, üzemlátogatásokra szeretnék venni a gyerekekkel, tehát üzemlátogatások vannak betervezve, és nyitott szakköri foglalkozások, ami a mai programunknak is a része lesz. A 7.-8.-osoknál a kémia szakkör, a kísérletezzünk szakkör, ott zömmel a kísérletezés, és annak, ami a tananyagból kimarad, azoknak a kísérleteknek a bemutatása, elvégzése, magyarázata, leírása, elmondása, tehát hogy egy kicsit a kémia, ami egyébként nagyon nehéz, és a nyelvezete is nagyon nehéz, annak a megértése, kiegészítve számítási feladatokkal, versenyekre való felkészítésekkel. A tehetséggondozásnak egyébként a versenyfelkészítés is a része, de ezt a 2 szakköri programom felül szoktam megvalósítani. Ugye, ha a természettudományok kerülnek szóba, akkor gyakran elhangzik, hogy az intézményekben, az oktatási intézményekben nincsenek meg a feltételei annak, hogy például kémia órán kísérletezzenek, de amit hallottam, ezek alapján itt a mi általános iskolánkban ez rendelkezésetekre áll. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jól felszerelt iskolába járhatnak a tanulóink. Nagyon sok pályázati program van mögöttünk, pályázati támogatás, vagy pályázatból nyert összeg az, amivel a tanteremnek a felszereltségét, mint fizika-kémia szaktanterem tudjuk használni, illetve tudják használni a gyerekek is. Tehát ez az intézménynek a munkájából adódik. Én amit mellé tudok tenni, és igyekszem mellé tenni, hogy amikor olyan jellegű pályázati kiírások vannak, ezekre a pályázatokra igyekszem a szakköri programomat is kiterjeszteni, és akkor az ebből befolyt összegből az anyagokra, eszközökre, utazásokra, a tanulmányi kirándulásokra, belépőjegyekre, akkor a szükséges összeget így igyekszem megteremteni, és akkor a szakkörös, versenyző, érdeklődő gyerekeket el tudom vinni. Ja, amikor az elmúlt években itt voltam, és erről a témáról beszélgettünk, akkor mindig volt nyertes pályázatod, amiből ezt meg tudtad valósítani. Most itt említetted, hogy pályáztál most, és még nem jött meg az eredmény, vagy igen, hogy van? Igen, a nyár folyamán írtam az NTP, ugye Nemzeti Tehetségprogram tehetség pályázatát, 2024-es pályázatát, amire hát most már a napokban az elbírálás megtörténik, és várjuk az eredményt, úgyhogy ha nyer a pályázat, reménykedünk benne, akkor egy kicsit kibővített lesz a szakköri program, amennyiben ez a pályázati elbírálás nemleges lesz, akkor is magát a programot, amit a tanulmányi kirándulások nélkül meg tudunk valósítani mindenféleképpen. Tehát az iskolán belüli szakköri tehetséggondozó programot, üzemlátogatásokat, azokat mindenféleképpen, nyitott szakköröket mindenféleképpen megtartjuk. Hány gyerek jár most a 2 évfolyamon a szakkörre?
A 7.-8.-osoknál van 8 tanuló, aki ténylegesen a szakkörre jár, jelentkezett és jár, és vannak hát legalább 10, akik jelentkeztek, hogy a versenyekre szeretnének, tehát az egyéb versenyfelkészítésre jelentkeznek. Ők is azért alkalmanként a szakköri programba be fognak kapcsolódni. Hogy a tanév végéig ez ekkora létszám lesz-e, vagy kibővül, az majd úgyis az év végén lesz nyilvánvaló. A kicsiknél az osztályomból jelentkezett 11 fő, a másik osztályokból, ötödikes osztályokból is van 3 fő, egy 6-os kislány jelentkezett, és előfordulhat, hogy környékből is jönnek még érdeklődők. Most 20 főre tervezzük, vagy terveztem a szakkört. Most az van kiírva az ajtóra is, meg tudom, hogy nyitott szakkör van. Ez a nyitott azt jelenti, hogy bárki bejöhet? Igen, bárki bejöhet. Tehát nem csak a szakkörösök, nem csak a felső tagozatosok, vagy akiket én tanítok, hanem tényleg az egész felső tagozatos, az alsó tagozat, szülők, ismerősök, barátok, bárki ellátogathat hozzánk, és nyitottak vagyunk erre. A tavalyi tanév, minden tanévben szoktam minimum 1, vagy inkább 2 nyitott szakkört tartani. A tavalyi tanév volt az, amikor 7 ilyen nyitott szakkört tartottam. A jeles napokhoz kapcsolódóan, az évek óta már ment a hulladékcsökkentési hét, vízvilágnapja, földnapja, voltak nálunk külföldi kollégák iskolát látogatni Portugáliából, akkor nekik is tartottunk egy ilyen plusz nyitott szakkört, ahol a nagyon-nagyon ügyes 8-osaink angolul adták elő a kis kedvenc kísérleteiket. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, és úgy gondolom, hogy sok gyereket vonz, és sok gyereket ismertet meg, vagy szerettet meg a természettudományos tantárgyakkal, és nem feltétlen csak a kémiával. Gondolom, hogy ez a nyitott szakkör nem úgy zajlik, mint a hétköznapok szakköre, ugye? Hogy zajlik? A nyitott szakkörre már a hangokat ugye itt kint lehet hallani, mert gyülekeznek a gyerekek. Csoportokba beülnek, és csoportosan dolgoznak. Vannak olyan kísérletek, amiket én tudok bemutatni, én mutatok be. Vannak olyan kísérletek, amiket a vállalkozó szellemű 8-osok, akik már rutinosnak számítanak, mert az előző években vállaltak ilyen kísérletbemutatást, és ez nem csak a bemutatását jelenti, hanem a kísérletnek az elmondását magyarázattal alátámasztva. És vannak tanulói kísérletek, mert én úgy gondolom, hogy csak az ülök és nézem, az nem a gyerekeknek, meg szerintem felnőtteknek sem az ismeretszerzése, hanem a tapasztalati úton történő ismeretszerzés az, ami ténylegesen a maradandó élményeket és maradandó tudást adja.